A tolonc. Kertész Mihály legkorábbi némafilmje 1915-ben debütált. A népszínű jeleneteit Kolozsváron, Torockón, a Tordai hasadéknál és az Aranyos partján vették fel. Főszerepben Jászai Mari, Berki Lili és Várkonyi Mihály. Ez az egyik első jó magyar film. Ezt már annak idején is megállapították a kritikusok, hogy ez a film bizony nagyon jól sikerült, mégpedig olyan jól sikerült, hogy külföldre is exportáltak belőle jó pár kópiát, úgyhogy például Németország vásárolt meg tőlük nagyon sok kópiát, és az adja a különlegességét, egyrészt, hogy nem Budapesten készült, hanem Erdélyben, Kolozsváron, hogy kerül a film Kolozsvárra, úgyhogy Magyarország akkoriban olyan nagy volt, hogy elfért benne még egy filmgyár, és Janovics Jenő, a Nemzeti Színház igazgatója elhatározta, hogy a színészeinek nyári munkát is fog biztosítani, és elkezdett filmgyártásba vágni. 70 film készült Kolozsváron, ebből mára már csak 4 maradt fönn, az összes többi mind elveszett. Egy akkor éppen nagyon nagy ígéretekkel induló fiatal rendező, Kertész Mihály rendezi. Kertész Mihály volt a Casablanca későbbi rendezője, Michael Curtis, ugye az ő útja is Hollywoodba vezetett. Nagy ígéretnek számított a 10-es években, amikor Kolozsvárra ment nyáron, június-júliusban leforgatni ezt a filmet. Akkor már egy hosszú dániai tanulmányút mögött állt, ahol elsajátította a filmkészítést csínyát-bínyát. Janovics pontosan tudta azt, hogy a film sikeréhez nem csak a saját színészeire van szükség, hanem egy-egy olyan húzó névre, egy-egy olyan tehetséges alkotóra, művészre, aki majd a film sikerét biztosítani fogja. Hát a filmvászon ez Jászai Mari volt, aki országosan népszerű volt, és ezáltal, hogy egy jászai filmet készített, ezáltal biztosítva volt a film exportja. Nagyon ügyesen, okosan vegyítette ezt nagyon sok saját színészével, akiknek viszont így országosan ismertséget tudott szerezni. Berki Lilit kell megemlítenünk, akit gyönyörű ebben a fiatalkori filmjében, ezt mindenki megállapíthatja, egy valóban egy kortalan szépség. És a másik szereplő pedig Várkonyi Mihály, aki szintén a kolozsvári társulatnak az egyik nagy oszlopa volt. Ő pedig Hollywoodban lett népszerű. Berki Lili, amikor eljátsza a halálra készülő jelenetét és fekete ruhában, kisírt szemekkel megy az utcán, akkor bizony megállították a kolozsváriak, mert azt hitték, hogy a művésznőnek valami baja van, és elkezdték megvigasztani, úgyhogy újra kellett mindig indulni a jelenettel. A film teljes egészében elveszett, illetve még fényképek is alig maradtak meg róla. Nagyon sokáig úgy tudtuk, hogy nem maradt meg egyetlen kockája sem. A 2000-es évek elején teljesen váratlanul felbukkant egy kópia, mégpedig az Egyesült Államokból, és amikor elkezdtük a film keletkezés történetének a szálait, illetve ennek a kópiának a keletkezés történetének a szálait felgöngyölíteni, akkor jöttünk rá arra, hogy ez nem történhetett másképpen, mint hogy Janovicsnál, a producernél, Janovics Jenőnél megmaradt ennek a filmnek a negatívja, és az amerikai magyaroknak egyfajta nosztalgiázásképpen készített belőle egy kópiát, amit a tengeren túli forgalmazásra szántak. Amikor mi megláttuk először ezt az egyetlen fennmaradt nitró kópiát, és nagyon megörültünk neki, akkor egész megdöbbentünk azon, hogy ez milyen rossz minőségű. Tulajdonképpen tele volt képtorzulásokkal, és a Magyar Filmlabor vállalkozott arra, hogy ezt a filmet kockánként be fogja szkennelni. Ez több mint 70 ezer képkocka. Minden egyes kockáját beszkennelték nagy felbontással, és visszarakták, visszaillesztgették ezeket az eltorzult, elcsúszott képrészleteket. Úgyhogy az a verzió, amit ma láthatunk, az tulajdonképpen egy nagyon közeli ahhoz a nagyon jó minőségű kópiához, amit 1914-ben láthattak az emberek. Kertész, aki híres volt arról, hogy nem kímélte a színészeit a siker érdekében, hát bizony Jászai Marinál is egy jelenet alkalmával előbb indított egy kis hintót, vagy egy kis szekeret, ami megnyomta a művésznőt, és ezért egy bordatörést szenvedett. Ennek aztán hatalmas nagy botrány kerekedett a végén, de azt hiszem, hogy azon kívül, hogy Jászai nem várta meg a bankettet, a film befejezését követő bankettet, egyéb következménye nem volt. Őt mindig is
nagyon vonzotta a kalandosság, a történet többszörös megfordítása, a nagyon regénybe illő különböző olyan misztikus elemek, amelyek egy pillanatra sem hagyják lankadni a néző figyelmét. Úgyhogy neki tényleg így sikerült ezt a toloncot is megcsinálnia, hogy ez mai szemmel nézve is egy nagyon jó film.